Vácon is dedikált a 80. születésnapja tiszteletére megjelentettet könyvetben Miklós, a népszerű nyugalmazott váci püspökről barátok, paptársak osztottak meg közös emlékeket, amit egy kötetbe szerkesztett a kiadó. Pénteken a Léra könyvesházba vidékről és a fővárosból is sokan érkeztek, hogy köszöntsék születésnapján a közvetlenségéről és az őszinte kiállásáról ismert Bár Miklóst. A nagyító stábja is jelen volt az eseményen, mi is dedikáltattunk és riportot is készítettünk a jelenleg is aktív, egyébként nyugalmazott püspökkel. Péntek 15 óra 50 perc, jó kedélyű és türelmesen várakozó emberek a Váci Léra könyves házban, kezükben Bár Miklósról szóló legújabb könyv egy-egy példánya, amit a kiadó a nyugalmazott püspök 80. születésnapjára időzített. A kötetben a mindig közvetlen és segítőkész papról, majd a püspökké szentelt Bár Miklósról osztanak meg benyomásokat, emlékeket a barátok, amiket egy kötetben foglalt a kiadó. Pénteken pedig egy nappal Bár Miklós 80. születésnapját követően a Lírába is megérkezett az Egybe szerettél minket, így nem csak a könyvet jöttek dedikálni a rajongók, hanem köszönteni is a Váci püspököt. És 16 órára meg is érkezett az ünnepelt, aki épp egy keresztelőről jött, Nagymarosról. Kívánok mindenkinek! Jó tanácsként mondom, hogy nem érdemes megöregedni, mert akkor az ember már nehezebben veszi a levegőt. Ákos, mit szólsz hozzá? Először is azt, hogy ha már így vagyunk, hogy ősvel áldjon meg sokáig, születésnapod alkalmával, ami tegnap volt. Szeretném, ha sokáig legyél köztünk, sokat vigyorog, bocsánat, nevesünk, bizonyos dolgainkon, és örülök annak, hogy az életbe veled nagyon régen, hát tulajdonképpen hosszú-hosszú évek óta ismerik egymást. Átadom a szót, mert nem én vagyok az ünnepel, csak kérdeztem. Ja, jó. Először is évfolyamtársak voltunk, én gépiparőrbe a gimnáziumba, és azt a Jóisten megadta azt a lehetőséget nekem, hogy amikor ő püspök lett, a vacsorát, a vendégeket, akkor még létező kőkapu étterem, mi láttuk el. Helyettes püspöknek is mi celebráltuk. És ezen túlmenőleg nagyon sokszor találkozunk, beszélgetünk egymással, én megkeresem őt Maroson, vagy bárhol, amikor van szülinap, névnap, nem feledkezünk meg egymásról, és ez a legalapvetőbb emberi, baráti dolog. Nem gesztus, ez a szívünkből jön, hogy mi egymással legyünk, ismerjük egymást, ismerem a könyveit, ismerem a múltját, ő is az enyémet, és természetes volt, ha már itt Vácon van. Eljövök, és itt vagyok. Aztán néhány perc múlva türelmesen vonalba rendeződtek a rajongók, akik mind arra vártak, hogy sorra kerüljenek, és a dedikáció alatt néhány szót váltsanak Bár Miklóssal, aki a tőle ismert kedvességgel fogadott mindenkit. Tesszük megnézni, nekem van egy ilyen családi mix könyvem. Ezt még a kettő fotó, és akik nagyon a szívünkben állnak. Ja, ezek olyan jó. A fogatól is. A fotó Béla atya, igen. Igen. Nemes Gyuri. Igen. Na, szívesen. Most nagyon boldog születésnapot kívánok. Köszönöm szépen. Vidám élet. Köszönöm szépen. Az első könyvet ezt a Mikurali házaspárnak szeretném kérni, 60. házasság évfordulóra. Gerdinek. Gerdi, igen. Neki szeretném születésnapra, mert püspök, hogyha mikor a beöltözés mutatta a liturgikus ruhát rá, és egy karolinában is nagyon szép kép arról, és születésnapja lesz, és akkor szeretném neki. Hát és mindig maradtam a Duna mellett. Igen. Hát szóval ez jó is. Jó Isten. Miért jött el a könyvdedikálás, amit gondol a Bár Miklós püspökről? Hát nagyon szeretem őt. Én munkatársa is voltam, 10 évig voltam hittanár Kosdon. Sőt, Zebegényből ismerem a püspök urat, mert ott meg szülésznéként dolgoztam, és nagyon szeretem őt. Mit gondol, mi a titka annak, hogy ennyire vonzó személyiség? Szerintem az embersége, a közvetlensége, a szíve, a szeretete, amit el tudok mondani, hogy annyira megnyerő, és annyira közel kerül, ha egy szót nem szól, akkor is az emberekhez. És mindenki nagyon szereti. Kapok egy kicsit. Szervusztok. Jaj, de örülök nektek. Sziasztok. Hát én azért jöttem el, mert Nagymaroson nem tudtam ott lenni, nem voltam Nagymaroson, akkor éppen én nagymarosi vagyok, és nagyon szeretem püspök atyát. Mit gondolod, mi a titka a püspök úrnak? Mitől ennyire népszerű? Szeretet.
De hát nyilván nagyon sok egyházi ember van, aki ezt tanulja és csinálja. Mi az, amit ilyen örökül... mértékben ő nem csinálja, ilyen mértékben nem foglalkozik az emberekkel. Most, hogy Nagymaroson él, többször találkozunk, sajnos legutóbb férjem temetésén találkoztunk, ő temette a férjemet, tehát mindenféleképpen ragaszkodom hozzá. Második János Pál pápa 2003. májusában nevezte ki Beer Miklós Tavácsi egyházmegye püspökévé. Az egyházi törvényeknek megfelelően 5 éve, 2018-ban 75. életéve betöltése előtt kellett benyújtani a lemondását Ferenc pápánál. Azóta Kismaroson, Zebegényben, de ha a papír szükséges, a Dunakanyar többi településen is misézik, közben keresztelőket tart és temet. De mielőtt azt gondolnák, hogy csak a környékről jöttek köszönteni a nyugalmazott Váci püspököt és dedikáltatni a róla szóló új könyvet, hát el kell mondjam, hogy érkeztek távolabbról is, például Szadáról és a fővárosból a Duna túloldaláról. Facebookon követő vagyok, most tudom jönni, menni, úgyhogy majd egyszer még találkozunk. Na, biztos. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Régi tisztelője vagyok, és kiderült, hogy a szomszédasszonyom naponta nézi az esti stream online közvetítést, a misét. Úgyhogy most mi két példányba kérek dedikálást. A szomszédnak is, mert ő doktor, ő mindent tud, én meg csak mérnök vagyok. Honnan érkezett egyébként? Szent Imre város, Dél-Buda. Akkor jó messziről jött a relatív ügyetés. Hát, muszáj, dedikálás itt van, ide kell jönni. Ön szerint mi a varázsa Beer Miklósnak, amiért ennyien szeretik őt? Hogy az a végtelenül emberközpontú, közvetlen, olyan, mintha szomszédom lenne. De Beer Miklós nem csak a térségben ismert, hanem bizony országszerte, mert hogyha szükséges, felszólal olyan közügyekben, amikről a politika nem nagyon szereti, ha rajtuk kívül valaki más is véleményt formál. Talán nem is véletlenül tartotta a kamerán keli az egyik dedikálásra váró vendég a Magyar Hang a májusi számát, amiben arról nyilatkozik Beer Miklós, hogy sokszor maga sem tudja eldönteni, hogy a magukat kereszténydemokratának mondó politikusok magatartása a farizeizmus-e, vagy a tudatlanságból táplálkozik. A politikusok hajlamosak elhinni, hogy mindent helyesen látnak és cselekszenek, ő pedig nem szeretne kételkedni a jó szándékukban. De, mint ahogyan a riportban hangsúlyozza, az egyháznak lenne a dolga, hogy segítse őket tisztában látni. Beer Miklós felszólalt már a politika nemzetet megosztó hangneme ellen, a legutóbbi kampányban elhangzottak miatt betegnek nevezte a társadalmunkat. A kordonbontó diákok kapcsán pedig azt nyilatkozta, hogy nem örül a jelenségnek, ám ugyanakkor hangsúlyozta, hogy valahogyan jelezni kell, ha nincs valami rendben. Beer Miklós egyik fontos üzenete, hogy az egyháznak ki kell tárni a kapuit a hívek előtt, akik szerinte jobban fognak a templomokba menni, ha ott nyíltan lehet beszélni a problémákról. És hogy igaza van-e? Elnézést, megkérdeztem, hogy miért jött el a dedikálásra? Igazság szerint soha nem találkoztam még Beer püspökkel, de nagyon sokat hallottam, meg olvastam róla, és egyre inkább azt gondolom, hogy egy kicsit másfajta kereszténységet képvisel, ami leginkább kellene már. És hát szerettem volna vele találkozni, szeretem a könyveit, és legyen egy emlékem róla. Akkor a jó értelemben is annyira vallásos ember, csak a személyiség az, ami vallásos. Igen, persze, természetesen. Mi a baj egyébként az egyház, amiben más Beer Miklós? Mi az, amiben ön szerint újszerű vagy követő a kora ellenére? Ami engem érint, most egyszerű példa, a pedagógus. Tehát én is pedagógus vagyok, és én napi szinten éljem meg, ami itt megy. Amikor tudok, én vagyok a tüntetéseken, és nagyon fontosnak tartom, hogy ő valahogy emellé áll, és ő ezt valahogy megértette, és nem ragaszkodik annyira racionálisan ahhoz, amit a keresztények, illetve amit az ember a templomban hall. Mit gondol arról, hogy az egyháznak a közéletben valamilyen módon meg kell nyilvánulnia a közéleti dolgokkal kapcsolatban, vagy inkább elszigetelten kell egy hitet képviselnie?
nem feltétlenül meg, nyugodtan nyilvánuljon meg, mondja meg a nézeteit. Pont ezt hiányzik a mai magyar társadalomban, azt gondolom, hogy az emberek nem fejezik ki őszintén a gondolatikat, érzelmeiket. Amikor kifejezik, akkor meg pont, hogy indulatosan, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút regnyém az, hogy különböző amúgy vitás társadalmi kérdésekben az egyház is állást tud foglalni. Általában pont az nem vezet sehova, amikor az ember nem tud semmit dönteni. Ha van egy irány, amit tud képviselni, akkor vállalja föl, menjen végig azon az úton, és akkor meglátjuk, hova vezet. Azt gondolom, hogy ez hosszabb távon is kifizetődő, mint hogy körözünk a nagy semmiben, és akkor bezárkózunk egy burokba, aztán csodálkozunk, hogy nincsenek adott esetben a templomokba hívek. Alapvetően vallásos ember? Nem. Minimálisan, tehát inkább úgy mondom, hogy ismerem az egyház tanításait, de mint gyakorló vallásos nem. És miért van szükség erre a könyvre, hogy ez dedikálja? Mondom, a személyes érintettség miatt, másfelől meg egyfajta példamutatás a fiaimnak. Még nagyon picik, őletünk még ott a világ, lássanak valami olyat, ami előremutató, ami jó gondolat, ami egy jó embertől jön, és egy mélyen szántó egyfajta perspektívát ad nekik. Pedig az őszinte, és szerintem hangnemében egyáltalán nem bántó kritikájáért kapott azért már Bár Miklós bőven. Volt, hogy szóltak neki, hogy hallgasson, de ugye emlékszünk, amikor a magát keresztény nemzeti értékrendet követőnek való Bajár Zsolt, akit a kormány magyar érdemrend lova keresztjével tüntettek ki, a Váci püspököt vádolta meg alkalmatlansággal. Bár Miklósról a könyvek szólnak, hoztak is egy párat, dedikálnak követői. Abban olvasni, hogy amikor az édesapja a II. Világháborúban meghalt, árván maradt, és édesanyja nevelte, és sok meghurcoltatáson ment keresztül. 1966-ban szentelték pappám, azóta misézik, keresztel és temet, és szeretik, mert szeret. És ha van egy kis ideje, akkor például kenuba ül, és evez a Dunán. A fotót, ahol együtt vagyunk, ott a karkötő átadás. Igen. Jó? Ja, köszönöm szépen. Kedves püspök úr, hogy érzi magát, de tényleg? Jókedvű vagyok. Öröm van a szívemben, mert annyi jó ember vesz körül, hogy érdemes volt ezt a születésnapot megélni. Püspök úr, tényleg szokott kenúzni? Tehát még most is a Dunára száll is szokott kenúzni? Hát még a múltkori kenuzásnak a nyomai még itt vannak, jól leégtem, ez 2 hete volt. És hát, ha tehetem, akkor mindig szeretek vízre menni. A víz az nekem nagyon kedves. Rengeteg emberrel csináltam riportot itt, akik azért jöttek, hogy találkozzanak önnel a 80. születésnapján. Sok mindenről beszélgettünk. Több olyan személyiség volt közöttük, akik azt mondták, hogy nem egyértelműen vallásosak, de azért jönnek el, mert Bár Miklós úgy nyilatkozik meg, amit nem vallásos embereket is meg tudja érinteni. Nagyon örülök, hogyha sokan így érzik, hogy értik azt, amit mondok. És azt hiszem, hogy ha az Úristen előtt a felelősségünket próbáljuk tisztázni, akkor ez olyan magától értetődő, olyan egyértelmű, vagy legalábbis ennek kellene lenni, hogy mi a mindennapi élet eseményeiben jelen legyünk, a hétköznapokban, azok között, az emberi élethelyzetek között, amiben az emberek élnek. Tehát, hogy ne szakadjunk el, és hát ugye mindig Ferenc pápára szoktam hivatkozni, aki olyan kedvesen és képszerűen azt mondja, hogy nyissátok ki az ajtót, a templom ajtaját, és menjetek ki, ne zárkózzatok el. Hiszen hát Jézus ezt mondja, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az én szeretetem üzenetét. Tehát ez olyan jó, és úgy örülök, hogyha ezt sokan így érzik. És hát erre törekszem. Az egyházon belül van bizonyos kérdésekben vita, emiatt kell vitatkoznia, vagy egész egyszerűen már megengedheti magának azt, hogy ne kell vitatkoznia, csak elmondja a véleményét? Nagyon fontosnak érzem azt, hogy őszintén elmondjam, őszintén kimondjam azt, amit gondolok. Az alakoskodás az valami nagyon fájó és szomorú jelenség az életünkben. És hát papként, vagy ahogy hát ezt szoktuk egy kicsit így vallási nyelven mondani, Isten embereként mi erre vagyunk hivatva, vagy kötelezve, hogy őszinték legyünk.
Volt itt egy pedagógus, ne haragudjon, püspökön, nem akarok már tényleg többet a világi dolgokkal fárasztani. Volt itt egy pedagógus, aki azt mondta, hogy ő egyébként nem vallásos, de az, ahogyan megnyilatkozott a pedagógusok problémájával kapcsolatban, ezt tetté vonzává az ön személyiséget többek között. Ilyen aktualitásban érdemes belefolynia? Erről vélemény mondani? Én mindig Jézusra szoktam hivatkozni, aki azt mondja, hogy a kicsinyekhez, a hátrányba levőkhöz forduljatok, és melléjük álljatok. És én azt hiszem, hogy ez is olyan magától értetődő a számomra, meg megint olyan jó lenne, ha ez tényleg mindenki számára így lenne, hogy aki valami hátrányt szenved, az érezze azt, hogy nincs egyedül. Tehát én így gondoltam, hogy a pedagógusok most bajban vannak. Nincs tisztázva az ő helyzetük. Hát meg kell szólalni, és érezni ők kell, hogy mellettük állunk. Rengeteg ember jönt önt köszönteni itt Vácon és Nagymaroson és Zebegényben is, tehát mindenhol. Ez visszacsatolás egy picit a szolgálatért, amit egész életében tett? Tényleg jól esik. A régi tanítványoktól, a régi barátoktól ez a kedves szeretet és visszajelzés. Tehát, hogy megerősítést kapok, hogy talán jó úton jártam. Ez egy nagyon nagy öröm számomra. A szolgálata során soha nem inogott meg? Mert az ember az ritkán mutatja az igazán jó oldalát. Tehát mindig a kevésbé jót szeretni és hajlítani a jó felé, ez egy hihetetlen energiát követel az embertől. Honnan ez a sok energia? Hát az Úristentől. És hát ezt tényleg meggyőzéssel, hittel mondom, hogy annyiszor megtapasztaltam, hogy a nehéz útszakaszokon, ha szabad így mondani, mindig kaptam erőt és bátorítást. Hogy nem kellett megállnom, nem kellett föladnom, nem kellett megkeserednem. Mindig kaptam valamiféle olyan belső békét, örömet, ami mindig segített tovább menni. És ez egy nagy titok és egy nagy csoda. Püspök úrnak olyan a beosztása, mint egy sztárszínésznek. Egyszerűen nem tudom, hogy mennyi szabad ideje van és mennyi energiája. Meddig lehet ezt energiával csinálni, legalábbis ilyen tempóval, ahogy most is 80 évesen csinálja? Hát az igazság az, hogy nem sokat gondolkozom ezen. Mindig, amikor jön egy újabb feladat, akkor arra mindig igen mondok, és próbálom azt a feladatot jól ellátni, teljesíteni. Az már egy másik kérdés, hogy egyre többször nagyon fáradtan érkezek haza, és azért a tudatomban ott van már, hogy hát elmúltak az évek, és hát már nem tudok mindent vállalni, amit szeretnék. Hát ezt az egyensúlyt próbálom megtartani, megőrizni. Hát így zajlott Bern Miklós 80. születésnapi köszöntése a Váci Lírában, ahol végül én is dedikáltattam a nyugalmazott megyés püspökről szóló legújabb könyvet. Kedves nézők, ezen a héten ez volt a Nagyító, jövő héten jelentkezünk ismét szerdán hírháttér műsorral, ha észrevételük van, vagy témajavaslatuk, azt nyugodtan írják meg nekünk a szerkesztőségünk címére. Tehát jövő héten ismét Nagyító, viszontlátásra!